akar, vagy ritmus, vagy zaj, egy árva hang, egy jel. A zene az kell, hogy ne vesszük el, hogy mégse adjuk fel. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket a város pedagógusai tiszteletére rendezett ünnepségünkön. Külön tisztelettel köszöntöm a város vezetőit, dr. Gémesi György urat, Gödöllő város polgármesterét, dr. Nánási Éva, címzetes főjegyzőasszonyt, Gyenes Szilárd, alpolgármester urat, dr. Kis Árpád, aljegyző urat, a képviselőtestület tagjait és minden megjelent kedves vendéget. Ünnepségünk kezdetén a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete előadásában a Valahol Európában című musicalből hallhattak részletet. Rendezte Horváth Zoltán. Minden esztendőben a város pedagógus nap alkalmából köszönetet mond a pedagógusoknak, az évtizedek óta kiemelkedő munkát végző nevelőknek, illetve az oktatás-nevelés területén dolgozóknak. A képviselőtestület döntése alapján idén egy pedagógus és egy óvodapedagógus, valamint egy szakmai közösség kapja meg a Gödöllő gyermekeiért, ifjúságáért díjkitüntetést. Ezen a napon köszöntjük a Gödöllő Talentum díjban a polgármesteri ezüstérem Gödöllőért elismerésben részesülőket, a nyugállományba vonuló és szolgálati emlékéremre jogosult, valamint a színes diplomás pedagógusokat. Kérem, hogy hallgassuk meg Fehér Balást, a Gödöllői Montág Imre Általános Iskola, Speciális Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola végzős diákját, aki Gary Moore, The Loner című dalát adja elő. Kérem polgármester urat ünnepi köszöntőjének megtartására. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, elsősorban természetesen azokat, akiket ma ünnepelünk egy ünnepség keretein belül. Az előbb, amikor hallgattam ennek a fiúnak a játékát, aki a Montág iskolába jár, és aki figyelte Pén Katinak az arcát, talán még meg is könnyezte ezt a játékot. Az jutott az eszembe, hogy micsoda fantasztikus oktatási energiaforrás van ebben a városban, hogy milyen fantasztikusan jól össze van hangolva az, hogy azok az értékek, amik a gyerekekben megvannak, és azok a képességek, azok kiteljesedhessenek. Ezt bizonyította ez a fiú is itt az előbb, a vastaps is azt hiszem, hogy neki szólt, és ennek, és azok a fiatalok, akik itt az előbb énekeltek, hiszen ők nem csak itt, hanem a Művészetek Háza színpadán és máshol is nagyon szép előadásokat adnak. Horváth Zoltán égisze alatt, az ő műhelyében, és nagyon sok minden más szép eredmény született az elmúlt időszakban, hiszen talán 2 hét múlva lesz a Jó Tanuló, Jó Sportoló díjátadó ünnepségünk, és amikor végignézek a díjakon, végignézek a díjazottakon, azt állapítom meg, hogy igen, ebben a városban van pedagógia, van oktatás, van nevelés, és valahol összehangolva működik még mindig, függetlenül attól, hogy nem a város a fenntartója ennek a szolgáltatásnak. Mint ahogy egyébként sajnálatos módon feltetően tudják, hogy januártól az intézmények sem hozzánk fognak tartozni, az oktatási intézmények. Ez a gyönyörű, szép tornaterem sem, aminek egyharmadában
tanultam 4 éven keresztül a testnevelést, majd néhány évvel ezelőtt sikerült egy jó konstrukcióban egy ilyen típusú bővítés, ami lehetővé tette azt, hogy a mindennapos testnevelés háttér infrastruktúrájának szolgáljon, és hogy bővítse az iskola szolgáltatási lehetőségeit. Nem nagyon tudok boldogan szólni erről, ez nyilván aki ismer, jól tudja, hogy miért gondolom így, de talán annyit engedjenek meg, és nem az ünnepi pillanatot elrontva, hogy ez gyakorlatilag olyan folyamat, ami azt a gyermeket, amelyiket itt hosszú évtizedeken keresztül nevelgettünk, és amit úgy hívunk, hogy gödöllői köznevelés, közoktatás, azt most kiveszik a kezünkből, és nem tudom, hogy milyen irányba fog menni. Nem vagyok teljesen nyugodt, látva azokat a folyamatokat, ami a szakmai rész kapcsán folyamatos megnyilvánulásokon keresztül, véleménynyilvánításokon keresztül ilyen vagy olyan formában jelzi a fenntartónak az elégedetlenséget, de most nem ez az én feladatom az, hogy az a létesítmény komplexum, ami közel 10 milliárdos vagyon, ennek a vagyonkezelő joga kikerül a kezünkből, és nem látom át, hogy tudja biztosítani azokat a szolgáltatásokat, azt a komfortot, amit eddig a város biztosított. Nem jó irány, én magam azt nem értem meg, hogy miért nem lehet egy önkormányzat ugyanúgy fenntartó és működtető önkéntes alapon arányos finanszírozással, mint egy egyesület, alapítvány vagy egy egyház. Erre nem tudott az eddigiek során senki válaszolni, és a mai napig érthetetlen számomra. Magam eszközeivel nyilván meg fogok mindent tenni azért, hogy talán ezt a lehetőséget megkapják azok a települések, akik ezt meg tudják csinálni, természetesen szakmai állami kontrollra. De a mai nap az ünnepről szól, arról, hogy nagyon-nagyon sokan vannak most itt olyanok, akik már nem aktív részesei a gödöllői oktatásnak, hiszen vas, arany, rubin, gyémánt és rubin diplomásokat is fogunk köszönteni a díjátadás mellett, sőt, most már nem először, Gödöllő Talentú díj is átadásra kerül egy olyan fiatalnak, aki valamivel többet nyújtott, extra teljesítményt nyújtott a maga területén az országnak, akár a világnak. Jó érzés ez, jó érzés végignézni azokon az arcokon, akik közül még többen vannak, akik engem is tanítottak, bár sajnos már egyre kevesebben, és jó érzés végigni azokon az arcokon, akik pedig ott vannak még a mindennapi darálóban, és igyekszenek megfelelni azoknak a kihívásoknak, amik követelményeket ma támaszt az oktatás, a pedagógia. Nem könnyű. Az a 23 év, amíg mi felügyeltük tulajdonképpen 22 meg 2012-ig, a fenntartó jogosítványokon keresztül a helyi oktatást, az nagyon sok tapasztalat adott számomra, és azt is, hogy végig tekinthessük és láthassuk azt a folyamatot, hogy változik a világ, és ahogy változik a világ, nyilván a tanteremben is változik a világ, függetlenül attól, hogy adott esetben mást vagy ugyanazt oktatják a pedagógusok, mások a körülmények, mások a gyerekek, más hatások érik őket, hihetetlenül fölgyorsult az informatika, és nagyon sok minden olyan, ami hatás alatt tartja a gyerekeket, és amiből nyilván igyekszenek a pedagógusok a megfelelő képességekből kihozni azt, képességek alapján kihozni azt, ami bennük rejik, és amit örököltek. Szeretném ezt megköszönni, amit az elmúlt esztendőben ezért tettek, illetve az elmúlt évtizedekben, azok, akik már nincsenek a katedrán a mai nap, de mégis az egész életük során ezt tették, és szeretném megköszönni a háttérintézményeknek, hiszen nagyon sok olyan tevékenység van, ami észrevétlenül kötődik a gyermekek neveléséhez és az oktatáshoz, az egészségügyi, a szociális területen, de a közétkeztetés területén, a kultúra területén. Ilyenkor mi mindig egyébként ezelőtt az ünnepség előtt köszöntjük azokat, akik ezeket az intézményeket vezetik, és nyilván rajtuk keresztül az ott dolgozókat. Ez így képez egész komplex szolgáltatást, egész komplex feladatellátást, és ebből egyik vagy a másik szereplőt kivinni, vagy adott esetben más erőtérbe helyezni, az szerintem nem szerencsés. Ez egy nagyon jó modell, a gödöllői modell.
ami most egy picit másképp fog működni. Én azt tudom mondani, hogy a magunk részéről természetesen azok a feladatok, amik hozzánk vannak telepítve, ezek a továbbiakban is működni fognak. Természetesen a bölcsődék, óvodák minden tekintetben hozzánk tartoznak, ahol indulnak a gyerekek a maguk kis életútján. Itt ebben a városban kulturális szolgáltatások a továbbiakban is természetesen meglesznek, és a sport is, nem csak ez a terem öröm számunkra, hanem lesz idén egy sportpályafejlesztés még a Namjanics iskolában, ezzel gyakorlatilag körben értünk, minden iskolában a külső tornapályákat felújítottuk, és egy nagy vállalkozásunk van még, ami szintén kapcsolódik a testneveléshez, ez pedig a városi sportcsarnok építése, az Erkel és a Szent Imre iskola mellett, ami nyilván nem csak arra ad lehetőséget, hogy a mindennapos testnevelést segítség a délelőtti órákban, hanem olyan közösségi rendezvények adjanak helyszínt, amire az iskola létesítményei nyilván nem képesek, hiszen adott esetben eső esetén nagyon nehéz megrendezni egy ballagást vagy egy évzárót. Tehát megmaradnak ezek a kapcsolódások, és örömmel fogjuk segíteni nyilván a gödöllői pedagógusokat, a gödöllői gyermekeket, rajtuk keresztül a gyermekeket, és természetesen a szülőket. Még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját. Kívánom azt, hogy ha lezárulnak a különféle adminisztratív és egyéb feladatok, akkor tudjanak pihenni, gyűjtsenek erőt nyáron, és ezzel a lendülettel folytassák és kezdjék a következő esztendőt. Köszönöm szépen! Köszönjük polgármester úr köszöntő szavait, most a díjak átadása következik. Gödöllő Város Önkormányzat képviselő testülete Deme Istvánnénak, a gödöllői Damjanics János Általános Iskola pedagógusának, elismerve az oktatás területén több évtizedes hivatástudattal, kiváló szakmai felkészültséggel végzett tevékenységét, tanítványai iránti lelkiismeretes elkötelezettségét, Gödöllő gyermekeiért, ifjúságáért díjat adományozza. Deme Istvánné, a gödöllői Damjanics János általános iskola tanára. Kis kitérő után mely a Török Ignác gimnáziumon és a Jászberényi tanítóképző főiskolán át vezetett a katedráig, visszatért első iskolájához, hogy átadja mindazt a tudást, szeretetet a gyermekeknek, amit tanáraitól itt kapott. Érdekessége az életemnek, hogy az első osztályt is ebben az iskolában kezdtem, illetve ennek az iskolának az ősében, és már az elsős tanítónénim is nagy hatással volt rám, elkápráztatott a sok bábozásával, és már akkor elhatároztam, hogy pedagógus szeretnék lenni. Hogy ezen az úton el tudtam indulni, az a felsős osztályfőnökömnek köszönhetem, hiszen ő járta ki a szüleimnél, hogy megengedjék, hogy tovább tanuljak. Vezető pedagógusként, munkaközösség vezetőként, a közalkalmazotti tanács elnökeként és táboroztató pedagógusként is segítette az iskolai életet. Pedagógusi módszere egyaránt táplálkozik a játékos gyermekévekből és az atletizálással töltött fiatalkori tapasztalatokból. A testnevelés mindig is nagy szerepet játszott az én életemben is, hiszen magam is sportoltam, és megfogadtam, hogy testnevelés órát soha nem fogok elhagyni, mert a gyereknek nagyon nagy szüksége van a mozgása. Saját tapasztalatom, hogy egy jól átmozgatott testnevelés óra után sokkal jobban tudnak figyelni a gyerekek. A játék sem haszontalan időtöltés, hiszen a szabályokat ott is be kell tartani, és a kudarcokat is meg kell tanulni elviselni, mint ahogy a sportszerűség, és nagyon fontos, hogy a diákok egymással hogyan viselkednek. Matematika tanárként is nagy elismertségre tett szert, és a számítástechnika terén is folyamatosan képzi magát, hogy szót értsen a fiatalokkal. Igyekszik ellensúlyozni a Facebook nemzedék fogalmazás készségének romlását, például az éjszakai könyvfeldolgozással, ahol tábori körülmények között a tornaterembe beköltöző diákok a kiolvasott könyvhöz kapcsolódóan még dramatikus játékot is játszanak elalvás előtt. Ez a módszer nem áll messze a valódi táboroztatástól, amit Deme Istvánné az eltelt 40 év alatt számtalanszor megszervezett.
nem tudnám elsorolni, hogy a 40 év alatt hány táborban voltam, mert volt olyan év, ahol 2-3 tábort is végigcsináltunk. Ez nagyon jó lehetőség arra, hogy megismerjük a gyereket. Lehet, hogy az órán egy közepes tanuló, és ott segítőkészségből, háziasságból, emberségből csillagos ötösre vizsgázik. Sok tanítványomról tudom egyébként, hogy egyetemet, főiskolát végzett, de én büszke vagyok azokra is, akik egy jó szakmát kitanultak, sőt igazából azokra is, akik jó családanyává, családapává váltak. Nem kell mindenkinek, úgy érzem, nem kell mindenkinek orvosnak, mérnöknek lenni ahhoz, hogy megállja a társadalomban a helyét. Deme Istvánné rengeteg gyermeknek adta át tudását és szakmaszeretetét, közülük már 7 kis tanító és egy igazgatóhelyettes is dolgozik városunkban. Gödöllő város önkormányzat képviselő testülete Sípos Andrásnénak, a Gödöllői Kastélykert óvoda óvodapedagógusának, elismerve az óvodai nevelés területén végzett több évtizedes lelkiismeretes, példaértékű tevékenységét, Gödöllő gyermekeiért, ifjúságáért díjat adományozza. Sípos Andrásné, a Gödöllői Kastélykert óvoda óvodapedagógusa. Magyaródon született, majd az általános iskola után középiskolai tanulmányait a Fóti Gyermekváros óvónőképző szakán végezte 1976-ban. A gyermekvárosi évek után került az akkor még 7-es számú napközi otthonos óvoda nevet viselő Gödöllői intézménybe. Nagyon sokat jelentett neki Levente Péter vidám gyermekműsora, ami inspirálta az óvónői pályán, és később maga is számos vidám pillanatot élt át az őszinte gyermekek között. Régen még ilyen fekete-fehér ruhákba kellett fölöltözni az ünnepségekre, és le kellett rajzolni az aurórát, a Lenint ünnepeltünk, és kérdeztem a gyerekeket, én vezettem az ünnepséget, hogy mit ünnepelünk ma. Egyik gyerek föltette a kezét, és mondta, hogy az új cipőmet, az orosz katonák csapkodták a térdüket, nagyokat nevettek, nagyon örültek, na végvezettük az ünnepséget, megtekintették a kiállítást, és külön megkeresték azt a gyereket, aki az új cipőjét ünnepelte, és gratuláltak neki. Óvónőképző főiskola elvégzése és sok más továbbképzés után többször jelent meg írása szakmai folyóiratban, az óvodai nevelésben, valamint helyi folyóiratokban. Szakmai körökben elismert könyvet írt kolléganőjével, Bán Marcellával, melyben a természetes anyagok, kövek, tobozok, magvak felhasználásával mutat be kreativitást fejlesztő játékokat. Az alapanyagokat sokszor a kastély parkjában gyűjtik a kicsikkel, ezzel is a természet szeretetére nevelve az óvodásokat. Nagyon sok félét gyűjtöttünk a kolléganőmmel, a gyerekek szüleivel, gyerekekkel séták során. Itt a parknak a sarkában nagyon sok lehetőség adott erre, sőt már kaput is nyitottak nekünk, úgyhogy itt hetente átsétálhattunk az óvoda parkjába, ahol egy-egy érdekes kőbe, egy tolba, egy tobozba láttuk a játékadta lehetőségeket, és barkácsoltunk, és sok mindent kézműveskedtünk a gyerekekkel. A kézműves foglalkozásoknak fontos előnyük az elektronikus játékokkal szemben, hogy végig kell őket csinálni, mert nagyon bosszantó látványt nyújt a polcon egy háromlábú zsiráv. Sok városi foglalkozáson találkozhatunk Sípos Andrásnéval, ahová volt tanítványai is visszajárnak gyermekeikkel, és ezek a szülők örömmel veszik, ha a pedagógus inkább őket terelgeti a gyermekeknek megfelelő fejlesztési irányokba, nem pedig a kicsikre kényszerítenek rá egy tőlük teljesen idegen pályát, amiben valószínűleg nem lesznek sikeresek. A város kézműves foglalkozásain is nagyon sok gyerek jön oda, amikor kimegyünk, és akkor is én ilyen terméseket, köveket, magokat, mindenfélét viszek, és látom, hogy nagyon szívesen leülnek a gyerekek, és szívesen tevékenykednek. Most éppen a gyereknapon ilyen halakat barkácsoltunk. Itt az apukáktól, az anyukákig, a nagymamákig, a gyerekekig mindenki készített. Az egész városnak volt egy díszes hala. Sípos Andrásné
40 éves pályafutása alatt számtalan sikeres fiatalt adott városunknak, köztük például Tóth Krisztina, világbajnoki bronzérmes asztali teniszezőt. Gödöllő Város Önkormányzat képviselő testülete a Gödöllői Török Ignác Gimnázium szakmai közösségének, elismerve az oktatás területén végzett példaértékű, kiváló szakmai színvonalú tevékenységét, Gödöllő gyermekeiért, ifjúságáért díjat adományozza. Felkérem a Gödöllői Török Ignác Gimnázium igazgatóját, Fábián Bertalan urat, hogy a tantestület nevében szíveskedjen átvenni a díjat polgármester úrtól. A Gödöllői Török Ignác Gimnázium szakmai közössége. A több mint 100 éves gödöllői gimnáziumi oktatásba az intézmény 1955-ös alapításával kapcsolódott be a Szalvátor nővérek államosított épületében. 1988-ban készült el a Petőfi utcai épület, mely azóta otthona a Török Ignác gimnáziumnak. A magas szintű oktatást a 60-as, 70-es években az angol, német, matematika tagozatok indításával, valamint az óvónői szakközépiskolai osztály 1995-ig történő működtetésével sikerült biztosítani a változó oktatáspolitikai környezetben. A diákokkal csak úgy van értelme foglalkozni, hogyha a közös munka színvonalas. A színvonal megőrzése az minden körülmények között fontos. Nem az a kérdés, hogy milyen oktatási törvények és reformok zajlanak, hanem az a kérdés, hogy a tanár és a diák hajlandó-e, képes-e, tud-e együttműködni. Ha ez az együttműködés megvan, akkor természetesen van értelme a munkának, és annak a munkának eredménye is lesz. Az együttműködést nagyban segíti, ha az oktatáspolitika hagy a számos kitüntetéssel rendelkező pedagógus gárdának annyi szabad teret a tantervben, amivel tovább vihetik az évtizedes, jól bevált oktatási módszereket, amiket országos tanulmányi és sportversenyeken elért eredmények is igazolnak, továbbá, ha sikerül a kor követelményeinek megfelelő fejlesztéseket elvégezni, melyek szükségesek a diákok szellemi és testi gyarapodásához. Nyelvoktatás és az informatikai oktatás került a középpontba. Szerencsére mi a nyelvoktatást már évtizedekkel ezelőtt olyan színvonalúra emeltük, hogy itt nincsen szégyelnivalónk, sőt, dicsekedhetnénk is ezzel. Hát van még feladat, hiszen vannak olyan területek, ahol föl kell zárkóznunk. Nagyon fontos lenne olyan fejlesztéseket elérni az iskolában, ami az informatikai oktatást magasabb színvonalúvá teszi. Ehhez persze arra is szükség van, hogy a pedagógusok is képezzék önmagukat, szerezzenek olyan biztos tudást az informatikai eszközök használata terén, hogy azzal segíteni tudják a diákjaikat. Az ország egyik legerősebb iskolája mindig is szívesen fogadott be városi rendezvényeket, holott maga is bővítésre szorulna tantermek tekintetében, de a tantestület és a diákok is fontosnak tartják a közösségben gondolkozást, ami megmutatkozik a közösségi munkában, vagy a nemzetközi hírnevet elért volt diákok összetartásában. Egy ilyen hatalmas iskolában, mint a miénk, ahol több mint 700 diák van és több mint 50 felnőtt dolgozó, nehéz azt mondani, hogy ez egy közösség, vagy ez egy család. De mégis a törekvéseink között ez szerepel, hogy olyan formában tudjunk együtt élni és együtt dolgozni, ami hasonlít a családi munkamegosztáshoz, munkaformákhoz, és valamilyen szinten közösségé kovácsol bennünket. A Gödöllői Török Ignác Gimnázium pedagógusai sikerének titka, hogy nem tudatlan gyermekeknek, hanem képzendő szellemi partnernek, a jövő alkotójának tekintenek minden egyes diákot. Gödöllő Város Önkormányzat képviselő testülete Csigi Balázsnak elismerve a nyelvoktatás területén egyedi módszertannal kidolgozott, újszerű, példaértékű tevékenységét Gödöllő Talentum díjat adományozza.
Csigi Balázs, a Metafor English nevű online nyelviskola alapítója. 1992-ben született Szegeden. 4 éves kora óta rendületlenül olvasott, és már nyelvtehetsége is korán megmutatkozott, aminek köszönhetően sorban nyerte a tanulmányi versenyeket. Mindig is nagyon élveztem a nyelvtanulást, tehát nagy örömet okozott nekem, amikor tényleg úgy meg tudtam folyékonyan, magabiztosan szólalni egy idegen nyelven. De középiskolában angolból és franciából tettem le felsőfokú nyelvvizsgát, meg németből középfokút, középiskola végére, és ebben Jean-Luc tanár úr inspirált nagyon, aki francia anyanyelvű tanár, ugye a Premontrei gimnáziumban, és minden nap beszéltem vele franciául egy 20 percet. És aztán, amikor az egyetem alatt az első évben ugye molekuláris bionika szakra jártam, akkor elkezdtem oroszul tanulni kettelésből, és kitűztem magam elé egy célt, hogy én 5 hónap alatt szeretnék megtanulni oroszul, úgyhogy leteszek egy középfokú nyelvvizsgát. A Premontrei Szent Norbert gimnázium egykori tanulójaként minden diákot a jövőjét megalapozó tanulásra bíztat, különösen a nyelvtanulás terén, hiszen ma már nem lehet kihasználni azokat a nemzetközi lehetőségeket, amik igazán sikeressé tesznek egy embert nyelvismeret nélkül. Mikor diák az ember, akkor még nem mindig látja azt, hogy a jövője hol fog kifutni, viszont egy profi nyelvtudás az mindig egy stabil befektetés, akár ácsként dolgozik, akár top menedzserként szeretne dolgozni, majd világban ugye egy jó fizetéshez, jó nemzetközi kapcsolatokhoz elengedhetetlen, és ugye ezt a leginkább azért az iskolában kezdi el az ember megalapozni, utána viszont, hogyha önállóan is tovább viszi, tehát néz olyan filmeket, ami tetszik neki, ugye vagy zenét hallgat, vagy tényleg önállóan belemerül valamibe, az az, amiben nagyon sikeresnek lehet lenni. Sokan megállnak egy úgynevezett ilyen társalgási szintnél, tehát hogy nem mennek tovább a közel anyanyelvi szintig, azért mert nem tudnak elvonatkoztatni a saját nyelvi logikájuktól. Tehát sokan, amikor angolul beszélnek, akkor egy picit fejben magyarról fordítanak, akár szó szerint, vagy kifejezések szerint, és ez nagyon megnehezíti a tényleg angolos megszólalást. Az angolul, franciául, spanyolul, németül, oroszul, indonézül és olaszul is magas szinten beszélő nyelvtanár 2012-ben Indonéziában képviselte Gödöllőt egy művészeti ösztöndíj keretében. Az út után megírta Indonéziáról szóló történeteit, melyekről elismerően nyilatkozott az indonéz nagykövet, majd 2013-ban Olaszországban katolikus tudományos konferencián képviselte Magyarországot. A saját maga által kidolgozott módszerre alapozva elindította Metafor English nevű online nyelviskoláját, azóta már több nyelven is, melynek a világ minden tájáról vannak tanítványai, de a gödöllőjeket sem hanyagolja el. 2015-2016-os tanévben tartottunk kb. 30-40 diáknak egy ilyen angol nyelvi kurzust. Itt mondjuk a fókusz inkább azon volt, hogy a kezdő szintről egy társalgási, egy magabiztos társalgási szintre minél gyorsabban el tudjanak jutni, és ugye ez szerintem sokat segíthet ugye a városnak is abban, hogy minél több olyan diák legyen, aki jól tud angolul, és ugye ez nyilván segíti a nemzetközi kapcsolatokat is. Szerintem Magyarországon is bőven van lehetőség arra, hogy az ember kibontakoztassa a tudását, meg a tehetségét. Másrészt pedig az internet segítségével gyakorlatilag bárhol tudok úgymond ügyfeleket szerezni, akár Japánba vagy Brazíliába. Ahhoz nem kell Japánban lennem, vagy Brazíliában lennem. Tehát ilyen szempontból Magyarországon is tökéletesen lehet vállalkozni. Csigi Balázs sikere szép példája a tehetség, vállalkozókészség és a magas szintű gödöllői oktatás együttműködésének. Akik közelebbről ismernek, azok tudják, hogy én inkább a tettek embere vagyok, mint a szavaké, és ilyenkor egyébként is nehéz megszólalni. Én egy Szent Györgyi Albert idézetet szeretnék most felolvasni. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy feléledjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, hogy megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtanulja azt a munkát, amit szeretni fog. Én szerencsésnek mondhatom magam, mert 40 éven át azt csináltam, amit szerettem. Ehhez nagyon jó indítatást kaptam a régi pedagógusoktól, és hogy itt állok, azt nekik is köszönhetem. És ezúton szeretném megköszönni az iskolavezetésnek, a régi iskolavezetésnek, a kollégáknak, szülőknek, gyerekeknek, nem utolsó sorban a saját gyerekeimnek is,
és a képviselő testületnek, hogy rám esett a választásuk. Nagyon szépen köszönöm. A Póti Gyermekvárosból indultam el 76-ban. Köszönöm a város vezetésének, hogy gondoltak rám ezzel a díjjal. Nagyon izgulok most, és meghatottan állok itt. Köszönöm a gödöllőieknek, hogy otthonra. A Martinovics úti óvoda minden volt, és jelenlegi munkatársának, hogy második családra leltem általuk. És úgy volt, hogy egy tekintetük elhitette vélem, szép dolgokat élek, és érdemes élnem. Külön köszönet még Bán Marcellának, kolléganőmnek, akivel a városban a kézművesség szeretetére neveljük a gyerekeket. Köszönöm. Az első szó az részemről is a köszönő szavakat jelenti, vagy az első szavak. Bocsássak meg, egy igazgató évvégén csak hosszasan tud beszélni, de megpróbálok röviden. Hát először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik gondoltak a Török Ignác gimnáziumra, hogy mi érdemesek lehetünk erre a kitüntető címre. És természetesen köszönöm a képviselőtestületnek, polgármester úrnak, főjegyzőasszonynak és mindenkinek, aki mellénk állt, és ezt a címet az iskola javára odaítélte. Én most éppen ebben az iskolában ilyen szövetségi kapitányszerű vagyok. Most itt az EB közelettén az embernek a foci példázatok jutnak az eszébe, de úgy gondolom, hogy egész életemben, amire vissza tudok emlékezni, mindig csapatjátékos voltam. Nagy családban nőttem föl, 4 vagyunk testvérek, édesanyámék 8 vannak testvérek, az összes unokatestvéremet ismerem, azoknak a gyerekeit, stb. Tehát nekem nem esett nehezemre, akár tanárként, akár most igazgatóként egy olyan közösségben dolgozni, ahol én úgy érzem, hogy mindenki számára nagyon fontos a munka. Persze nem mindenki egyformán közelít a munkához. Nagyon nehéz megtalálni, hogy egy ilyen nagy csapatban mindenki a helyén játszon. Nehéz eldönteni, hogy ki lesz jó középhátvédnek, és ki lesz jó, nem tudom én, balfedezetnek, és ki fogja a gólokat lőni, és ki fogja kivédeni az ellenfél támadásait. És ez egy állandó taktikai játék, hogy mikor milyen kihívásokkal nézünk szembe. És én azt tudom mondani erről az iskoláról, aminek 1988 óta dolgozója és tagja vagyok, hogy ezt látom, hogy amióta a Gödöllői Török Ignác gimnázium létezik, folyamatosan ilyen meggondolással, ilyen elképzeléssel folyt a munka, és ebben mindig partner volt a város, mindig partnerek voltak a szülők, és természetesen mindig partnerek voltak a gyerekek. Tehát én mindenkinek köszönöm, nem a magam nevében, hanem a 60 éves Török Ignác gimnázium nevében, a diákoknak, szülőknek, iskolatitkártól, takarítón keresztül, az eddigi és az utánam következő igazgatóknak, hogy rászolgáltunk erre az elismerésre, és én a magam részéről, de tudom, hogy a kollégáim is nagyon büszke vagyok erre, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Gödöllőtől ilyen szép kitüntetést kaptunk. Köszönjük szépen! Én szeretném megköszönni a város vezetésének a megtiszteltetést és a sok támogatást, és nagyon hálás vagyok még a tanáraimnak is, hogy segítettek a nyelvtudás megszerzésében, illetve tudásszomj felkeltésében. Továbbá nagyon hálás vagyok még a családomnak is, szüleimnek, feleségemnek, hogy mindenben feltétel nélkül támogatnak, mert nélkülök nem tudnék jó eredményeket elérni. Nálam a nyelvtanulásnál nagyon fontos szerepet játszik a kultúra és a gondolkodásmód. Tehát, hogyha megtanulok egy nyelvet, akkor próbálom megérteni azt, hogy mi az a gondolkodásmód, ami mögötte van. És Gödöllőn, egy ilyen kulturális élettel rendelkező városban nagyon jól érzem magam, és büszke vagyok arra, hogy itt lakhatok. Köszönöm szépen! Valamennyi megjelent vendégünk nevében szívből gratulálok mindannyiuknak, és jó egészséget kívánok!
A pedagógus nap alkalmából kerül átadásra a polgármesteri ezüstérem gödöllőért elismerés, mellyel azon pedagógusok munkáját ismeri el dr. Gémesi György gödöllőváros polgármestere, akik hivatástudattal végzett tevékenységükkel közmegbecsülést szereztek a nevelés-oktatás területén. Gödöllőváros polgármestere polgármesteri ezüstérem gödöllőért elismerésben részesíti a köznevelésben végzett több évtizedes, kiemelkedő szakmai munkája alapján Fábián Katalin pedagógust. Kérem Fábián Katalint, a gödöllői Hajós Alfréd általános iskola igazgatóhelyettesét, hogy fáradjon a színpadra és vegye át a díjat polgármester úrtól. Gödöllőváros polgármestere polgármesteri ezüstérem gödöllőért elismerésben részesíti kimagasló pedagógiai és civil munkája alapján, valamint nyugállományba vonulása alkalmából Horvátné Ruzsa Mária pedagógust. Kérem Horvátné Ruzsa Máriát, hogy fáradjon a színpadra és vegye át a kitüntetést polgármester úrtól. Gödöllőváros polgármestere polgármesteri ezüstérem gödöllőért elismerésben részesíti a köznevelésben végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai munkája alapján dr. Lőrincné Pál Völgyi Rita pedagógust. Kérem dr. Lőrincné Pál Völgyi Ritát, hogy fáradjon a színpadra és vegye át a kitüntetést polgármester úrtól. Gödöllőváros polgármestere polgármesteri ezüstérem gödöllőért elismerésben részesíti a köznevelésben végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai munkája alapján Pete Márta pedagógust. Pete Márta távolléte miatt dr. Zomborné Festő Boglárka igazgató asszony veszi át az elismerést. Gödöllőváros polgármestere polgármesteri ezüstérem gödöllőjét elismerésben részesíti a köznevelésben végzett kiemelkedő szakmai munkája alapján Vejt Beatrix pedagógust. Kérem Vejt Beatrixot, hogy fáradjon a színpadra és vegye át a kitüntetést. Gödöllőváros polgármestere polgármesteri ezüstérem gödöllőért elismerésben részesíti a köznevelésben végzett kiemelkedő szakmai munkája alapján Garam Völgyi Lajos nyugalmazott kormánytisztviselőt, aki betegség miatt nem tud jelen lenni rendezvényünkön. Gödöllőváros polgármestere polgármesteri ezüstérem gödöllőért elismerésben részesíti kiemelkedő szakmai munkájuk alapján és az iskola fennállásának 285. évfordulója alkalmából a gödöllői Petőfi Sándor általános iskola szakmai közösségét. Felkérem a gödöllői Petőfi Sándor általános iskola igazgatóját, Gubáné Csánki Ágnes asszonyt, hogy a tantestület nevében szíveskedjen átvenni az elismerést.
Valamennyi megjelent vendégünk nevében szívből gratulálok, további sok sikert és jó egészséget kívánok minden kitüntetettnek. Ünnepségünk folytatásaként a 2015. és 2016. évben nyugdíjba vonuló és szolgálati emlékéremben részesülő, továbbá a színes diplomás pedagógusainkat köszöntjük. Arra kérem önöket, hogy maradjanak a helyükön a felolvasás és a köszöntés idejére, és amikor mindenkinek elmondtam a nevét, arra kérem önöket, hogy akkor álljanak fel, és akkor fogja polgármester úr átadni a virágokat. Nyugdíjba vonulása alkalmából szolgálati emlékéremre jogosult Bán Marcella, dr. Hencné Mészáros Margit, Fábián Katalin, Gulyás Lajos Józsefné, Klementné Ceba Katalin, Kockás Szilvia, Kolozsváriné Kottán Eleonóra, Köles Tiborné, Mácsárné Hevesi Mária, Pap Istvánné, Sípos Andrásné, Szerdi Ildikó Ilona, Szűcs Józsefné, Tóth Edit, Tótné Terjánszki Éva, Vellali Éva. '15. és 2016. évben aranydiplomára jogosultak Ceculics Gáborné, Lakatos György, Lakatos Györgyné, Mezricki Lászlóné, Mészáros Györgyné, dr. Szabó Györgyné, Ligeti Gyuláné és Szűcs Dezsőné. Gyémánt diplomára jogosultak dr. Akác Jánosné, Barakonyi Andorné, Darányi Jánosné, dr. Galic Tiborné, dr. Tóth Zoltánné, Kalmár Ákosné, Molnár Józsefné, Szanyi Józsefné, Tábik Ferencné, Túsz Zsigmondné, dr. Faragó Ferencné, dr. Pete Zoltánné. Elmondanám a vasdiplomásokat is, dr. Faragó Ferencné, dr. Pete Zoltánné, Forgó Józsefné, Rubin diplomára jogosultak pedig Füle Zoltánné és Géci Istvánné. Az élet szép, az élet minden, s még létezhet. A földön ember, a